Adjon Isten szép napot mindannyiunknak! A 2017 évi naptűzgyújtás ünnepén Daróczi Zoltánként, mint a egyik fény őrzőjeként köszöntelek benneteket, és mindannyiunknak köszönjük, hogy itt vagyunk, együtt itt lehetünk. Köszönjük az égnek és a földnek. Köszönjük az égi és földi erőknek, és mindenkinek, ki lehetővé tette és dolgozott itt e szerhelyen. Adjon Isten mindenkinek szép, teremtő, tiszteletteljes napot. Köszönöm szépen mindenkinek, aki megtisztelte a családomnak a birtokát, amit egyelőre az öreg Isten ránk bízott, hogy megvigyázzunk, hogy eljöttetek megnézni. Szeretném azoknak a nemzetségfőtársaimnak megköszönni, akik részt vettek a munkában, amit verejtékkel és sok-sok munkával építettük fel ezt a Hunszertért. Amit csak lehetett, mi mindent kézzel dolgoztunk, mert mi nem hiszünk abba, hogy az érzést, amikor visszanézünk arra, amit elkészítettünk, azt meg lehet venni. Mi abban hiszünk, és én is, hogy a teremtésről nem beszélni kell, hanem csinálni kell. Évről évre egyre többen csatlakoznak hozzánk, ennek köszönhető, hogy földfeletti része is van a Hunszertérnek, van olyan, ami nem látható, csak érezhető. 30 ezer kiló követ töltünk a kézzel, több mint 200 köbméter földet mozgattunk meg, 24 gyönyörű szobrot faragtak nekünk a Kárpát-medence 10 legjobb fa szobrásza, és megalkotta azt, amit csak elmondani tudtunk, láthatóvá tették. Úgyhogy én mindenkit szeretettel köszöntök a Szellemvölgy területében, a Hunszertérben. Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy csak az nem csalódik, akinek nincs elvárása. Én azt kívánom mindenkinek, hogy mindenki tegye le az elvárásait, és ha igazán szépet és jót szeretne hazavinni a lelkében, akkor itt nyugodtan megnyithatja, nyugodtan nyithatja azokat a csomagokat, amit már talán évek, évtizedek óta hordoz magával, és helyette járja a saját útját. Köszönöm minden barátomnak, nemzetségfőtársamnak, aki csak egy fa darabot vagy fűszálat is tett arrébb ezen a helyen, mindenki nevében, hogy itt lehetünk, és mindenkit szeretettel köszönjük. Áldás legyen a szerünkön! Beavatási szertartásunkra készülve két vagy néhány kérdést föl kell tenni magunknak, ami igen fontos lenne, hogy emelkedjünk rajta. Ki vagyok én, kik vagyunk mi? Honnan jöttem, honnan jöttünk? Hová megyek, hová megyünk? Mi dolgom itt és most? Mi dolgunk itt és most? Ide teszek egy idézetet Vörös Sándortól. Egyetlen ismeret van, a többi csak koldás. Alattad a föld, fölötted az ég, és benned a létra. És ezen a létrán kellene, most együtt elindulunk fölfelé, és nem leszünk a végén beavatottak, de ha ezen az úton végig megyünk, egészen biztos, hogy más emberré válunk valamennyire. Thank you.
belső szertér tisztítását testvérünk, Berecki Barnabás végzi. Egy belső Ázsiában a mai napig élő tisztító szer ez. Ahogy a pusztai nomád népek napjainkban is végzik. Felkészülünk a föld elem fogadására. Ezt a földet egy virágos mezőről hoztam. Itt vannak a szimbólumai, és ez egy forma, ugyanolyan, mint a magyarok asztala, az van ráírva, hogy így volt, így kell. Nagyjából vagyok, ahol nehéz. Szóljon ki Nagy Zoltán, Komárom Esztergom megye, Tokod és Tán között. A nyitás és a zárás között, amiben mindannyian vagyunk minden pillanat. Hiszen bár a legközelebbi csillag a nap elhalványítja a többi csillag fényét, de tudjuk, hogy ott vannak fönt azok az égi tábortüzek, amelyek a teremtő tanítását mutatják nekünk, azok az égi tábortüzek, amelyek körül az őseink ülnek és figyelnek, hogy mire megyünk mi kései utódok, de nem csak utódok vagyunk, hanem a végtelen láncolat jelen őrzői, és igyekezzünk, hogy méltó ősei legyünk majd az utódainknak. Legyenek itt az őseink velünk ezen a szertartáson. Áldás! Áldás! Makacs Szabélyos Zoltán vagyok. Szabolcs-Szatmár megye egyik legszebb részéről, Záhonyból, és a föld üzenete. Önmagunk megismerése és mások elfogadás. Úgy legyen. Szabó Balázs vagyok, Balaton felvidékről, Veszprémből érkeztünk. Földünk üzenete. Termőföldünk sziklaszilárd alakokon fekszik, üzeni és kéri, hogy akarattal, szorgalommal várja a teremtő magukat. Áldás élünk. Mostás Kassó vagyok a Kárpátok régiójában. Páros testvérek üzenetét hozom, amit a Földnek kíséretében, melyest az életüket adták. Ha bárki a közösségünkből dicsőségre tör, az a közösségünk teljes szélszólásához vezet. Áldás. Áldás élünk. Fábián Béla vagyok, Horsod megyéből, a Büklábáról, Miskolcról. A mi üzenetünk, engedjük a Teremtőt, hogy meg tudjon bennünk hívni kapukat, és kövessük az ősök útját. Áldás. Nagyon is jó napot, Cipán István vagyok. Belső békét, nyugalmat, boldogságot, derült és egy kis mosolyt minden arcra hozott ez a föld Balaton kemeséről. Isten áldása. Áldás. Berecki Barnabás, Délpest megye, Hernád. Az én üzenetem talán az ősök üzenetét próbálom tolmácsolni, akik nagyon várják, áhítoznak rá, hogy minden olyan nemzetségfő, minden olyan szellemi vezető, aki tehet ezért a nemzetért, próbálja meg elfogadni a másik szellemi vezetőnek, másik szakrális vezetőnek a tevékenységét, és legyen alázattal, mert mi vagyunk azok, mi azok a nemzetségfők, illetve ti azok a szakrális vezetők, akik ezért a nemzetért bármit tehettek. Mi tudunk embereket pozitívan befolyásolni, meggyőzni arról, hogy ennek a nemzetnek még van jövője. Így legyen. Így van. Berecki Zsolt, Pest megye, Labos. Az üzenet, hogy e magyar földet megáldotta az öreg Isten Tengri, így hát tovább kell követni az ő tudását. És Kajár Éva Jostani vagyok, Úrigon, a föld üzenete. Szeresd a földet,
mert tőle kapjuk az életet. Kezünkbe vegyük, és most az erőnek az ünnepé, az erőhöz bölcsességet is kapunk, hogy ezt jól tudjuk használni a jövőjegyésére. Áldás! Áldás! Bató Tibor, Davas járás, Davas új lengyel képviseltében. Üzenetem pedig annyi, hogy legalább akkora áldás legyen Kárpát-medence minden földjén, mint amekkora áldás lesz majd a földkeveréken. Lópi György vagyok. Sok országból hoztam ezt a földet, amit Kopány népének vére és szelleme állatotok átjárt, és üzenetként hoztam, hogy őrizzük a hagyományokat, és mindannyiótoknak az őseink irányába fordulásán segítse elő a hagyományokat. Szabó Zoltán vagyok, Eszfény és a Balatonfelvi hét képviseletében. Ez a föld, ez egészen pontosan egy olyan veszfényi 1240-ben alapított Domonkos Kolostorból származik, ahol a később Szent Fiamatot Margit gyermekkorában nevelkedett. És a helyi üzenete, először keressük meg azokat a vezérlő elveket, amik ebben az életünkben küldetésünket legjobban meg tudják határozni, utána pedig következetesen ragaszkodjunk ezekhez, és hagyjuk végre, akármilyen erőt és akármilyen oldal akarnak eltérteni minket. Áldás, ugyanis Pál Budapestről. Ezt a földet abban a kertből hoztam, ahol a családommal élek. Ezt a földet magyar testvéreimmel bármikor megosztom. Így legyen már soha. Így legyen. Tóth Tibor vagyok. Állította az Úristen egy időre, és a családom ennek a helyének az őrzését. A népemet, az őseimet igen nagyra tartom. A cselekvés ideje jött el, vége az elméleteknek, cselekedjetek! Az Úristen szolgálatára minden idő alkalmas, és minden idő, amelyet az Úristen szolgálatára szánsz, és a haza szolgálatára, az nem más, mint az Úristen szolgálata. A harc kimeneteli nem a sereg létszáma, hanem a lélek bátorsága alapján. Gyuszki Csaba vagyok, Budapestről, a 15. kerületből jöttem. Kívánom, hogy mindenki találjon rá a helyes útra, legyen ereje és türelme, végig járja a hazatokat. Csengődi Csaba vagyok, Pestmenyéből gyárból, a föld képviselő, a családom és a barátaim szeretetét. Ágoszi Attila vagyok, Budapestről, a 20. kerületből. Azt szeretnék mondani, hogy mindjárt tudtok, egy az Isten, és váljunk egyé az Istennel, egymással, földanyával, úgy, ahogy ezek a földek most egyé válnak. Ezáltal mindenki csak azt tegye mással, amit magának is szeretne. Áldás! Budakalászról jöttem, a Pilis határáról. Nyers Csaba vagyok, és üzenem a földemmel együtt, hogy minden magyar felelős minden magyarért, és fogjunk össze, hogy megváltozzon Trianon, úgy legyen. Úgy legyen, áldásaimünk! A haza egyesített földjei a magyarok asztalára helyeztetnek. Kérjük, hogy földanya képviseletében csengő hanggal egy ének csendüljön itt fel. Boldog Isten néz ránk a magas egekből, árad ránk mosolyót fénylő nap szemedből,
viharban is vízben oltalmaz meg minket, ad szívünkbe békét, derűs boldogságot, ne érezzük soha a huntalanságot. Duna Tisza partján magyar szóval ágyunk, ez legyen örökre a mi szent országunk. Legyen minden magyar a te fény gyermeked, pihentesd meg rajtunk áldott tekinteted. Köszöntjük a levegő elemet a magyarok asztalánál. Túl a vizen, fehér nyílva, lélek madár, fészkel arra, fészekből, ha majd kiszállok, újra leálltok, találok, fészekből, ha majd kiszállok, újra leálltok. Ura vizen, írva áll, arra indul egy madár. Ura vizen, írva áll, arra indul egy madár. Vitt el az köszönjük a víz ellen érkezését a magyarok asztalára. Kérjük a tűz érkezését, lángra robbanását. Gyerekék, áld meg a farkast, idéz mágját! Gyerekék, szálljon az áldozatom hozzád! Gyerekék, adhassak abból, mi én vagyok! Gyerekék, fogadd el azt, amit adhatok! Gyerekék, áld meg a farkast, nap mágját. Gyerekék, szálljon az áldozatom hozzád!
magyarok asztalára. Én már egyesült, mind a négy ős ellen. Yeah.
vált a népen részévé a zene és a szótiszet. Erről a hagyományról úrok, illetve próbálom a rezgésekkel a teremtő erőt így belevinni abban a világban, ami mindenünk lelkében ott van. Sosem gondoltam, hogy az utam erre visz, de most már viszont valahány éve ezt teszem sok-sok-sok-sok dallal, és imával, tanítással, verssel próbálok hozzátadni valamit a nagy törvőt, amit de részeként most is itt vagyunk, és öröm számomra, hogyha része lehetett annak a tornák közösségnek, akik fontosnak tartjuk az őstök hagyatékát. Hát gyarapodunk, sokasodunk, mert ő a legkisebb, és a lélekben ő van itt közöttünk. Köszönöm szépen, szeretettel üdvözlünk mi is mindenkit. Ilyen a Szabó családnak vagyunk a fiatalabbik fele, és idéntől, mint legfiatalabb nemzetségért minket az a megtiszteltetés, hogy most már nem a második sorból, hanem első sorban lépve tudhatjuk magunkat a közösség tagjának. Magunkra röviden annyit mondanék el, családi berkekben régóta hasonló közösségekben, gyógyító közösségekben tevékenykedünk. Valóban 3 éve volt itt az a megtisztelő lehetőségünk. Tibor közreműködésével menyegzőt tartottunk, és azóta feleségemmel, Bíborka lányunkkal lehetünk most már itt 3-an. Thank you.
és ahogy lángolhat a fertő lángja, a füst eltállató, ég az égidő földimása. Isten üzenetei anyagba sűrűsödve. Ez a szertartás szimbólum és megtestesülés egyben. Az az ember, aki kívülről jövő energiáknak és kívülről jövő érzéseknek megfelelően határozza meg önmagát, meggyengül. Gyenge ember elesetté válik. Az a nemzet, az az ország, aki kívülről jövő energiákon keresztül határozza meg önmagát, meggyengül és elesetté válik. Meg kell erősödni belülről, önmagunkban, szeretetben. Áldás! Áldottak legyenek, akik az Urat szolgálják. Áldottak legyenek az Istentudók. Áldottak legyenek az igazak és hűségesek. Áldottak legyenek, akik az Úr erejében bíznak. Akik az Úr erejét hordozzák magukban. Áldottak legyenek, akik az igazságot keresik. Áldottak legyenek, akik az Úr hatalmát, erejét és dicsőségét hirdetik. Tanítják és gyakorolják. És áldottak legyenek mindazok, akikben megfogan a tanítás, mert az ők kezükbe helyezte a magyarok ura nemzetünk jövendőjét. Áldott legyen az Úr, magyarok istene, áldott legyen az Úr,
Áldott legyen, aki megérti és követi az Úr tanítását. Áldottak legyenek a hűségesek, mert ők a jövendő őrizői. Az Úr megtartja azokat, akik a nemzet szolgálatában az ő útját járják. Bízzatok és hirdessétek az Úr szeretetét, mert eljön az idő, s már itt is van, csak a szemünkkel még nem láthatjuk, amikor az igazaké és az igazságosoké, a valóság tudóié, a jóság gyakorlóié, a békességeseké és az Isten szeretőké lesz ez a világ, és nem létem több sírás, pusztulás, nyomorúság, rettegés és üldöztetés, mert a gonoszokat és gyűlölködőket eltörli az Úr a föld színéről. Minden hatalom megdől, ami nem Istentől való, s minden fegyver, mely ellenetek fordul, ítélettel sújtja az Úr. Ez az Úr szolgáinak hagyatéka, s az ők igazságuk én tőlem való, mondá az Úr. Napfiainak, magyaroknak teremtett ő benneteket, s törvényt adott néktek, ami életet és szabadságot biztosít számotokra, ha betartjátok azt. Íme, itt van a törvény, törzsfába rót ősi hagyatékotok, amit keserves századokon át őriztek számotokra Isten tudóitok. Tiszteljétek és becsüljétek, és véssétek lelketekbe minden szavát, mert Isten szól hozzátok az ő törvény által, és semmiféle más törvény nem biztosít számotokra életet, csupán az Úr törvénye. Szeresd a te uradat, Istenedet, és rajta kívül más Istened ne legyen. Tiszteld őseidet, hogy hosszú és jó életed legyen azon a földön, amit ők hagytak rá. Szeresd magyar testvéreidet, mint önmagad. Fegyet rájuk, ne emelj, ne emelj, s nyelveddel se lépkedj ellenük. Tartsatok össze, segítsétek egymást, és az Úr szeretete, az Úr védelme és az Úr ereje veletek részel. Tudjátok az Urat, tartsátok az ő törvényét, és semmi sem lesz lehetetlen számotokra. Az Úr ereje hegyeteket mozdít el, és tengereket tüntet el azok védelmében, akik atyoknak nevezik őt, az szerint is élnek. Ez a ti hagyatékotok, magyarok. Véssétek lelketekbe, napfiai, magyarok, áldjon meg benneteket az Úr, és őrizzen meg benneteket. Fordítsa az Úr az ő orszáját ti felétek, és adjon ti néktek tudást, erőt, győzedelmet és hatalmat a gonoszság fölött. Szeressétek egymást, hogy méltók legyetek az Úr szeretetére. Segítsétek egymást, és az Úr is megsegít benneteket. Védelmezzétek egymást, és az Úr is megvédelmez benneteket. Ne felejtsétek, magyarok, és ne csüggedjetek. Mert veletek van az Úr, aki megerősít, megsegít, és igazságának jobbjával támogat benneteket minden küzdelemben. Bízzatok ő benne, s Isten tudó hitetek hegyeket mozdít, országot szabadít, magyar országot, Isten országát, az ő dicsőségére, Isten tudó magyarok jövendőjére. És mindig új dolgokat mondunk. A fehér lovat azért vezetjük körbe ezen a területen háromszor, az őseink hite szerint, hogy földet úgy vettek birtokba, hogy ha háromszor földbe rohadték a lovat, lehetőleg fehér lovat. Úgyhogy ezzel a háromszori kerüléssel jelképesen is birtokba vettük a Kárpát-medencét. De mi is a
fehér lófi a legendája. Nincs az a fehér ló. A nap a fény küldötte. Az új gyermeke fehér lófia, aki több próbán keresztül jut el, jut vissza abba a fénybe, ahonnan jött. A mesét közben ismerjük, de kérjünk ki belőle részleteket, és átbeszéljük magát. Pár gondolat erejéig, hogy miről is szól. Ki is az a fehér ló fia, aki elindul és találkozik Kőmörzsővel, Tanyűvővel és Vasgyúrővel a három próbatétel első állomásaként, akik nem jutnak föl a felvilágba, ahol a fehér lófia igyekszik, sehogy sem. Hiába erősek, fizikálisan mindenképpen erősek, nagyon erősek, de a fehér lófia lelkileg is erős, ezért rajta nem bírni fogásával. Ő fehér lófia, aki a próbatételeket meg tudja oldani. A mesében előkerül hétfüli kapanyán Mimonyó, aki mindhármukat legyőzi, mint ő morzsolott, ha nyújt és langyulott, de fehér lófiát nem tudja, pedig szeretné. De nem biztos, hogy rossz szándékkal fordul felé, hanem tanító jelleggel, mint ahogy tanító a fehér ló is. És amikor a felvilágban szintén az állomásokat, a próbatételeket leküldni, azok megölő a sárkányokat, a griffmadár szárnyán megy vissza onnan, ahol lejött. Hogy ki is az a fehér lófia, újból felteszem a kérdést. Mi vagyunk a fehér lófia? Én, te, ő, mindenki. Mi emberek, mi magyar emberek vagyunk a fehér lófiai. Ha mi dolgunk ezen a fényúton végig menni, csak a mesét kell elolvasni, és pontosan tudjuk, hogy mi a dolgunk a világban. Mi vagyunk a fehér lófiai, és nekünk kell utat mutatni a művőnek, a körülzsoló művőzeteknek, és a gazdúró országoknak, hogy hogyan is kell az életet élni összhangban a teremtő erővel. Mi vagyunk a fehér lófiai, és meg kell, hogy mutassuk, hogy hogyan tudunk áldozatot hozni, ahogy fehér lófia a mesében is áldozatot hozott. Hogyan? A griffmadár, vagy a sólyó, aki a két világot összeköti és szárnyán utazva a felvilágba jut, bizony enni kell neki adni, és kezét, lábát föláldozza, oda adja, csak azért, hogy visszajusson a fénybe. Ez egy óriási áldozat. De tudunk el, hogy a régiek is a legyőzött halottaknak kezét, lábát levágva tették a tűzre a megcsonkított testüket, pontosan ezért, hogy a lelki visszajusson a teremtőt, Istenükhöz. Mert oly tisztelettel bántak még a legyőzött ellenfélem is, hogy az ő hitük szerinti maximális tiszteletet megadva juttatták vissza a testét a teremtő erőből. Hát ilyen áldozatot kell nekünk hozni a fehér lófiának, ezzel is megmutatva a földrengő világnak, sőt az egész világnak, hogy ki a fehér lófiai. Mi magyarok vagyunk a fehér lófiai.
Justinus történeti jó üzenete. A szkíták nemzete harcezett, megfékezhetetlen, nem ismeri a fösvénységet és a nagyra vágyást. A legyőzöttektől semmit sem követeltek a dicsőségen kívül. Tejjel és mézzel élnek. Fegyverük kard és íj. Az igazság náluk nem törvényekkel van elfogadtatva, hanem a jellemükbe van oltva. Nincs nagyobb gonosztett dalopásnál náluk. Ezüst, arany után, erkölcsüknél fogva nem futnak. Egyébként igen mértékletesek és önmegtartóztatóak. És természettől fogva becsületesek. Priscosétor római követ így emlékszik Attila lakomájára. Minden étel jó ízű volt, a szolgák arany és ezüstálakon szolgálták fel az ételeket. De Attila előtt egyszerű négyszögletű fatányér állott. Ő csak húst evett. A bort fakupából itta, egyébként ételből és italból is keveset fogyasztott. Attila ruhája is nagyon egyszerű volt, csak ruházatának tisztaságával tűnt fel. Nemese álma. Attila magyar király halála után a magyarok másodízben jöttek ki Szkítiából. Ilyenképpen ügyek fia előtt, Szkítiában önedbeli lánytól fiat nemzett. Kinek nevelett álmos. Azért, mivel anyjának álmában egy héjaforma madár jelent meg, rászállott és ettől áldott állapotba esett. Méhéből sebes patak fakadt, mely nem saját földjén növekedett meg. Ezért történt, hogy ágyékából dicső királyok származtak. A vérszerződés. Amíg Árpád fejedelme nemzetsége él, a magyarok fejedelme mindig ebből legyen. A közös erővel szerzett javakból soha senki ki ne zárassék. A vezérek is utódaik, a vezérek tanácsából soha ki ne rekesztessenek. Ha valaki viszályt támaszt, vére ontassék, mint ontódott a vérszövetségünkben. Minden időkre átkozott és száműzött legyen Árpád, hogy az esküdtevők utódja, aki az esküt megszegné. Fényülő vitüzenetét Szent István királynak, ég királynője, e világ neves újjászervezője. Végső könyörgéseimben a Szentegyházat a püspökökkel és a papokkal, az országot a néppel és az urakkal a te oltalmadra bízom. Szent László király üzenetét, akik abban gyönyörködnek, amit ez a világ nyújt, örökre koldulnak, és szükségben maradnak. Könyves Kálmán király üzenete, nagyobb tiszteletet és udvariasságot kérünk, mert az igaz szeretet nem csak szóban, hanem tettben is megmutatkozik. Második Endre királyunk üzenetét, és sirathatom a vékeket, amelyeket soha el nem követtem. Fényívő vidd az üzenetét negyedik Béla királynak. Mikor a tatárok országunkban harcoltak ellenünk, megkerestük az egész kereszténység három legnagyobb udvarát. De ezektől semmiféle vigaszt, vagy segítséget nem kaptunk. Csak szavakat. Üres szavakat. Fényülő, mint Károly Róbert királyunk üzenetét. Egyetlen ember se vigyen országunk határain túlra aranyat és ezüstöt tiszta formájában. Fényülő, vidd Nagy Lajos király üzenetét.
biztosak lehettek abban, hogy a ti szomorúságotok örömre változik. A legfőbb kegyelem segítségével. Fényjövő, vidd üzenetét Hunyadi János kormányzónak. Magozzék föl szívetekben atyátok példája, az örökség, melyet rátok hagyok. Isten félelme és a haza szeretete. Fényvívő Vidd Mátyás királyunk üzenetét, az isteni szolgálatra bármilyen idő alkalmas. És mindaz, amit a haza érdekében tesz az ember, nem egyéb, mint a teremtő ősten szolgálata. Fényvárók, lépjetek a lovakhoz, a tűz áttételéhez. Fényvívő Vidd az üzenetét Bocskai István fejedelemnek. Mi nekünk ez a fundamentum a megmaradásunknak, hogy egyik magyart a másikkal ne rágassák. Betlen Gábor fejedelem üzenetét. A felséges Isten bölcsességének, igazságának, erősségének lelkével és bátor szívvel öltöztessen fel titeket. Fényvívő Vidd Tököli Imre fejedelem üzenetét. Semmi újítást az országnak, régió szokása és szabadsága ellen. B nem hozok. Fényvívő Vidd az üzenetet, az ellenállási záradékot, hogyha pedig mi, vagy utódunk, következendő királyok közül ezen mind szerződésünk ellene járna valaha. Ezen levél adjon szabad hatalmat mind a püspököknek, mind más jobbágyuraknak és országunkbeli nemeseknek, mindnyájan és egyen-egyen jelenvalóknak és jövendőbelieknek, hogy az ő megmaradékoknak, hogy mind nekünk, mind utánunk következendő királyoknak minden hűtlenség szégyent vallása nélkül ellenállhassanak, és ellentmondassanak mindörökké. Fényvívő Vidd II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelmünk üzenetét. Kérlek, bocsáss meg azoknak védkét, akik legtöbbet üldöztek és rágalmaztak engem. Hiszen bátran mondhatom, nem tudták, mit cselekszenek. Pázmány Péter prímás üzenete. Te is, Magyarország, édes hazám, a pálosokkal fogsz növekedni, és velük együtt fogsz elmúlni. Fényvívő Vidd Kossuth Lajos kormányzó üzenetét. Nekünk, uraim, el kell foglalnunk Európában azon állást, hogy valahányszor az európai nemzetek hatalmának képviselői nem saját ügyök, hanem Európa ügyei fölött akarnak intézkedni, rólunk, nélkülünk, senki ne intézkedjék. Fényvívő Vidd Gróf Széchenyi István üzenetét. Valamint az arany, mely otromb a hegyek belsejében vagy folyók iszapjában, gyakran év ezredekig fekszik elrejtve, azonban értékét soha nem veszíti el. Így van ez a boldog emlékű hazafiakkal is, kik bár az igazat örök álmát alusszák már, de erényeik a későbbi nemzedék legszebb örökségét képezik.
üzenetét gróf Teleki Pálnak. Gondozzuk a haza szent tüzét. Nemzedékről nemzedékre. És próbáljuk azt gyarapítani. Védelmezzétek egymást, és az Úr is megvédelmez benneteket. Ne féljetek, magyarok! Ne csüggedjetek, magyarok! Mert veletek van az Úr. Aki megerősít, megsegít, és az igazságnak jobbjával támogat benneteket. Áldott legyen az Úr, a magyarok Istene és védelmezője. Áldottak legyenek, akik az Urat szolgálják, áldottak legyenek az Isten tudók, áldottak legyenek az igazak és a hűségesek. Áldottak legyenek, akik az igazságot keresik. Áldott legyen az, ki megérti és követi az Úr tanítását. Kerek ég, áld meg az áldó életpár. Kerek ég, szálljon az áldozatok hozzád. Kerek ég, adhassak abból, mi én vagyok. Kerek ég, fogadd el azt, amit adhatok. Kerek ég, add meg a zöld ellő életvád. Kerek ég, szálljon az áldozatom hozzád. Kerek ég, adhassak abból, mi én vagyok. Kerek ég, fogadd el azt, amit adhatok. Kerek ég, add meg a zöld ellő.
felajánlom mai parázson járásomat. Nemzetünk, országunk, közösségünk, családom és nemzetségünk egységéért. Felajánlom családom parázson járást. Nemzetünk, országunk, családunk, közösségünk szép, tiszta, dicső jövőjéért, úgy utódainknak méltó őseik lehessünk, akikre dicsőséggel gondolnak majd. Fölajánlom a parázson járás őseim tiszteletére, nemzetem egységbe forrására, családom boldogságára, minden magyar testvéremnek boldogulására. Úgy legyen. Alva, áldás. Felajánlom parázsonjárást nemzetünkért, hazánkért, gyermekeink jövőjéért, az esendők védelmezéséért, testi, lelki és szellemi útonjárásunkért. Áldás! Szemembe! Az egyik az Istenért, a magyar haza egységéért és a családokért. Szaporítsuk a magyart, fogadjon meg minél hamarabb a harmadik magyarországot. Szemembe! Öreg Isten, minden tiszta szándékán. Felajánlom a parázsoljárást a családomért, a hazámért, az országomért, a világért, az egész teremtésért. Kérem a teremtés segítségét, hogy egyben maradhassunk örökön örökké. Amen. Amen. Thank you.
Isten, köszönjük neked, hogy egy csodálatos szerben együtt lehetünk. Köszönjük neked, hogy teljessé teszed ezt azzal, hogy napapánkat nem takarja felhő, azzal, hogy megtisztult szívünk a napapánk első gyönyörű tiszta sugarait befogadhatja. Amúgy fölnéztek az égre kelet felé, ahol már a fák koronájának tetejét éri el a nap, ha kicsit kinyarítva nézitek, akkor egy gyönyörű szép arany palát érkezik le először, ami még nem bántja a szemeteket, ami áttarolja, átöleli ezt a teret. Lassan-lassan emelkedve a földünknek azt a részét, azt a tegletét, ahol mi élünk, ahol mi most vagyunk, teljes erejével beborítja. Igen, ő egy itt lakó, csodálatos madárak köztünk, ha megnézem, mit csinálnak. Együtt vagyunk, hívjuk a napot, hívjuk magunk közé. Hívjuk egy olyan éjszaka után, amiben megtisztultunk, hiszen őt várjuk, őt kérjük, hogy jöjjön. Kérjük, hogy velünk legyen, kérjük, erősítsen meg. Ében megtisztulva várom szabad. Thank you.
Teljes erejével lenéz ránk, bearanyozza a szerteret, bearanyozza a lelkünket. Köszönjük néked, Teremtő Istenünk,
egyet lehetünk ebben a szerben. Köszönjük, hogy békességben, szeretetben tölthettük el ezt a csodálatos napot. Köszönjük, hogy újra és minden nap felénk fordítod arcodat, napapánk, és átadod erődet, fényedet, segíted minden napjainkat, hogy erővel, alkotó erővel tudjuk járni azt az utat, amit számunkra a Teremtő Isten kijelölt. Köszönjük, hogy magyar emberként járhatjuk ezt az utat. Köszönjük, hogy megerősíthettük együvé tartozásunkat, visszanyúlva a végtelen időben gyökereinkig, összehajolva a jelenben, megfogva egymás kezét, átölelve mindenkit, aki nincs most itt jelen, azt is, minden magyar, minden embert, minden élőlényt, a teremtett világot. És köszönjük, hogy az az út az elképzelhetetlen végtelenbe tart, és ez az utat mindörökre vigyázod. Nappárduca, Urunk, köszönjük ezeket az égi jeleket, és nem felejtjük, sok ezer évvel a kezdetektől sem hitünket megerősítjük és visszük tovább. Nappárduca, Urunk,